Zöld-fehérből zöld-fehérbe, télen érkezett a haladástól a Ferencváros futballcsapatához a 22 éves úválogatott tehetség Ugrai Roland, aki nem igazán érezte jó magát szombathelyen. A Fradihoz három és fél évre írt alá a magyar élvonal a legfiatalabb gólszerzője, aki a Liga kupában már lőtt kettőt új csapatában. Hát vele beszélgetünk a beilleszkedéséről és a tervekről. Szia, jó reggelt kívánok! Jól érzed magad a Fradiban? Elsőben benyomások milyenek? Abszolút minden rendben, nagyon pozitívan fogadtak a társak és a vezetők, a, az edzőszemélye is, és eddig azt mondom, hogy minden rendben, és nagyon jól érzem magam. Hát vannak azért olyan társak, akiket ismertél te az utánpótlás válogatottakból, kik segítették leginkább a beilleszkedésre, kik azok, akikkel a legközvetlenebb jó viszonyod van itt a közösségben, a társaságban? Hát ugye jóval levente, ugye a kapus, Velmi Békésabán együtt nevelkedtem, együtt kezdtük úgymond a, a focit Békésabán. Tehát ő a legrégebbi szál. Igen, igen, Fodihon. igen. Ugye ő az MTK-ba ment Békésabáról, én szombathelyre, de, de együtt kezdtük a focit, egészen kiskorunk óta együtt játszottunk. Azon kívül Dibusz Dénest is, a, a még a tavalyi 21-es váltatból ismerem, úgyhogy voltak a játékosok, akik segítettek a beilleszkedésbe. Ki az, aki számodra a leginkább vezéregyeniségnek tűnik a közösségben, az öltözőben, meg hát utána a pályán is? És most nem csak a meccsekre gondolok, hanem talán a háttérben. Hát ö, öltözőben nyilván megvan a, a csapat bóca, ha szabad így fogalmazni. Ki a bóca? Hát Jenner, aki, aki inkább a hangulatfelelős, de de azt gondolom, hogy nem egy ilyen társaság, aki így ül és hallgatja a többieket, hanem, hanem mindenki próbál nyitni a, a társak felé. Hát a pályán, pályán, is megvannak a nyilván a vezérénységek, ugye a Gyömbér Gabi a csapatkapitány, ő neki ad mindenki, ki mindenki a szavára. Uh -huh. Azt mondnak, hogy ezek szerint akkor te számodra ez jobban tetszik ez a közeg, vagy jobban érzed magad, mint szombat helyen? Igazából nem, nem, ugye itt most felfújt ezt a sajtó, hogy, hogy én nem éreztem jól magam. Mindjárt tisztázunk ezt a Igen, semmi gond nem volt, azt gondolom, hogy, hogy ott voltam 7 évet, kicsit sok volt. Szokták mondani, hogy egy négy, négy év után jó, jó a váltás, semmi, semmi problémám volt. Én, én nem jöttem semmilyen rossz el szombathelyről. Örülök nyilván, hogy van egy új lehetőség, ezt, ezt azonnal el kellett fogadni, hiszen a fejlődésem szempontjából azt gondolom, hogy, hogy ennél jobb csapatot nem választhattam volna, hiszen az infrastruktúra, az edző személye, a csapat, a célok, azt gondolom, hogy mind, mind olyan, hogy, hogy el kellett jönni, de természetesen nagyon jól érzem magam. Ez akkor a haladásnál igazából az van, hogy a hosszú évek alatt egy kicsit úgy érezted, hogy, tehát, hogy meg, Így van, így van. A monotonitás kicsit. Hát szükségem volt egy, egy környezetváltásra, új ingereket kapjak. Ennyi, ennyi az, az, sem marasztalt volna ott, hogy amit Artner vezetőedző mondott, hogy abszolút kulcsfigurának szánt meg a kezdőbe, hogy építeni a csapatot? De természetesen ezek jól hangzanak, és ez valóban, valóban így lett volna. Hát én azt gondolom, hogy, hogy szeretem a kihívásokat. Most itt van ez a Ferencvárosi lehetőség, ugye tudjuk, hogy kivel kell megküzdjek a csapatba kerülésére, de, de azt gondolom, hogy, hogy ez talán többet segít a fejlődésem szempontjából, hogy, hogy egy bödedanival kell küzdjek hogy melyikünk lesz a kezdőbe. Na ez igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy Böde Dani helyére, vagy inkább mellé? Hát nem az én tisztem nyilván eldönteni úgy gondolom, hogy nekem a, a, az első számú posztom az a center. Nyilván, hogyha rúgnám rugnám, a gólokat meccsen, akkor, akkor én kezdenék. Egyelőre ez nem így van. Ö, azt gondolom, hogy, hogy a Danival is jól össze lehetne játszani. Ö, azt gondolom, hogy nagyon jó, a a az öltözőbe is, úgyhogy... A pályán is működne akár az, hogyha nem, ha együtt játszanátok? Elképzelhető, igen. Uh -huh. Mert így, hogy egymás váltói vagytok, hát nagyon más, nagyon más típusok vagytok, nem? Így van, így van. És szerintem azért is jó, mert, mert ugye Dani egy, 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 fizikum, egy, ugye megtartja a labdákat, én inkább ilyen elmozgós vagyok, gyorsabb, úgyhogy ez több szempontból is jó lehet, több taktikai dolgot tudnánk alkalmazni. Uh -huh. Ha már mondtad, hogy ha rúgnád kettesével a gólokat, hát, hát a Liga kupában sikerült a Pápo ellen. Mit mond neked eddig az eddigi meg látottak alapján dolmester? Hát igazából nagyon, nagyon, pozitívan tudok róla beszélni. Nekem személy szerint nagyon sokat segít. Sokat is szoktunk beszélgetni, ugye a pozícióját, a volt pozícióját tekintve. Nagyon sok olyan dolgot tud mondani, ami, ami hasznos lehet. Természetesen próbálom meg is fogadni. Ö, hát egyelőre ilyen, ilyen dolgokat beszélgetünk, ugye próbál segíteni, hogy, hogy, hogy hol kérjem a labdát. Hol. Na igen, lapoz be egy kicsit minket ebben, hogy, hogy milyen konkrét tanácsokat ad ilyenkor egy, egy edző, és jelesül akkor egy német mester neked, mi, mi az, amire figyelj oda? Tehát konkrétan, konkrétan. Hát például, hogy hol vegyem fel a labdát, hogy üres területbe kapjam, akkor hogyha, hogy álljak be. Egy, egy, védőnek, hogy ne vegyél el a labdát, vagy ha el akarja venni, akkor, akkor faltal tudja csak, tehát szabadlansággal tudja tehát el a labdát, igen, igen. Uh -huh. Akkor a kapu elé hova érkezzek, egyszerűsítsem le a játékom, hogy ne bonyolodjak be a cselekbe, hogy amit, amiből ugye azt következik, hogy el tudjam veszteni a labdát. Ő, Tomazdól egyébként sokat beszél, próbál beszélni egyenként is veletek? azt gondolom az eddigi tapasztalataim szerint, hogy igen. Uh -huh. Na most nézzük meg, hogy mi hiányzik szerinted most a, a Fradiból, mint játékos, mit látsz a pályán. A csapat igyekszik. Uralja is gyakorlatilag a mérkőzéseket, sokszor szinte azt, azt látjuk eddig, hogy egy kapuzik, de valahogy a gól hiányzik. Miért? Hát erre nem, nem tudok sajnos mit mondani. Nyilván minden játékos százszázalékosan arra törekszik, hogy, hogy megnyerjük az adott meccset, illetve hogy a, a posztját tekintve lehet, lehetőleg többet hozza ki. Tényleg erre sajnos nem tudok mit mondani. Helyzeténk is úgy gondolom, hogy, hogy nem olyan számban vannak, mint, mint korábban voltak, de azt gondolom, hogy meg komoly lehetőségeink megvannak. Sajnos nem tudjuk kihasználni. Minden csapat életében van, van egy ilyen periódus, sajnos. Azt gondolom, hogy a Fradinak most, most van ez teljesen kitúlsodva. Hát nem szabad most már ezzel foglalkozni. Tehát profi játékosokról beszélünk. Van a következő mérkőzés, ugye a Pápa ellen a, a bajnokságba most csak erre kell koncentrálni, hogy ezt megnyerjük. Hát például igen, az neked jó omen lenne, nem? Hogyha ott játszhatnál, és akkor megint rúgnál volt. volt. Igen, hogy ez én egyszerűen. <laughs> Na most szerinted azok alapján, amit eddig történt, és pont vesztességeket szenvedtetek, szóval a hanyadik helyre tudod odaérni a csapat? Hát, tehát kimondva, kimondatlanul azt gondolom, hogy a dobogó cél mindenféleképpen. Még hát szerintem a, a Ferencváros egy olyan, olyan klub, hogy nem mondhatja azt, hogy ötödik helyre szeretne odérni. És hogy ezt nem csak mondjuk természetesen, ezt tényleg így gondoljuk, hogy, hogy még matematikai esély van, azt gondolom, 7 pontra vagyunk, azt hiszem, a, a harmadik helytől, uh -huh. vagy valahogy így. Tehát az a lényeg, hogy nagyon befogható távolságra vagyunk. Jönnek nyilván a riválisoknak is, is egymással például mérkőzése. Azt gondolom, hogy hogyha lehet ilyet mondani, nekünk talán könnyebb lesz innestől kezdve a sorosra. szóval Játszhatunk a videót Vidótonnal, Győrrel. Én azt gondolom, hogy, hogy, tényleg el tudunk indulni például most a pápa ellen, akkor, akkor azt gondolom, hogy oda lehet érni. Azt mondnak, hogy miután három és fél évre szerződtél, milyen ilyen, ilyen karrierképed van, mit képzelsz el a Fradinál ezekről az évekről? Hát én ezt a Ferencvárost ezt nem ugródeszkának tekintem, szóval, szóval nem tudom, hogy amit eddig, eddig kaptam a klubtól, nem hiszem, hogy van, van sokkal profi körülmény, szóval mondhatom az orvosi hátteret, a rehabos csapatot, ugye az edző egy kiváló német edzőről beszélünk, a csapatról a célok. Szóval azt gondolom, minden adott itt, hogy, hogy egy szép karrierbe fussunk. Természetesen nekem is vannak álmaim, hogy egy komoly bajnokságban egy Real Madrid ellen játszak például, vagy egy Bayern München ellen egy német első osztályba, vagy egy spanyol első osztályba. de azt gondolom, hogy, hogy ilyen jelen pillanatban ezen még nem gondolkozok még egyszer mondom, a Fradiból minden adott a vállalatottságot is, hogyha olyan teljesítmény van el lehet érni, úgyhogy, úgyhogy komoly termén vannak a Ferencvárossal. Uh -huh. Tehát semmiképpen sem a, valami közepes ajánlatra nem ugran egy vagy másfél nem. év múlva, hanem, nem, nem. hanem, ezt gyakorlatilag komolyan gondolod ezt a három, három, és fél évet a Fradina. Hát akkor a feladat adott, hogy be kell kerülni a csapatba stabilan, igaz? Igen. Mi az a legfontosabb dolog, amit még erősíteni kell magadon? magadban, a játékodban? Hát azt gondolom, hogy fizikálisan nagyon nem vagyok rendben. Hát úgymond ez egy adottság is, hogy sosem voltam a legnagyobb futók közé sorolva, de, de nagyon sok plusz munkát végzek, hogy, hogy, és a, a edzői külön plusz munkákat végzek, hogy, hogy ezen, ezen javítani tudjak. Azt gondolom, hogy, hogy, ez lett az egyik negatív, hogy utal kell érjem magam. No hát akkor jó tavasz nektek, és neked meg jó beilleszkedés. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.